Erre a kukorica csőre nem lehet panasz. Ez azonban csak az egyike a gyulatanyán kísérletbe állított több tucat fajtának. A több hektáron ültetett növényt itt rendszeresen öntözték, mégis vannak olyan típusok, amely alig hozott termést. Nem véletlenül, 1901 óta a legaszályosabb év az idei. Vannak olyan termelők, akiknek a termés szinte 100%-a odaveszett. Volt tehát miről beszélni és beszélgetni az országos kukorica tanácskozáson és fajta bemutatón. Egy mezőparcellás sorban beállítva egy gyulatanyán, négy cég közreműködésével, mintegy 55 fajta kukoricát láthat a gazdálkodó, illetve aki kíváncsi erre. Hát sajnos az idei év nem nagyon szerencsés kukorica, illetve mondhatni, hogy szinte semmi, hogy ezt mindenki tudja, ezt a iszonyatos nagy aszályt, de ennek ellenére bíztató jelek vannak a kukoricánál, illetve most ebben a szárazságban a fajták köz kijön a különbség. Tudni, hogyha állandó esőzés van, akkor nincsen akkor a különbség a fajták között, mint most. Nem elég az asszály, a világpiaci változások miatt is egyre költségesebb a kalászos növények előállítása. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta, az orosz-ukrán háború miatt megakadt az ellátási lánc Európában, de a növényvédő szerek folyamatos drágulása miatt is nehéz helyzetben vannak a magyar gazdák. Ezek a háborús felek jelentős gabonatermesztők és még jelentősebb exportőrök a világpiacon. Ezeknek a hatásairól kell egy pár mondatot beszéljünk, és mi termelőknek is kell magunkkal beszéljünk arról, hogy az elmúlt évek inputár emelkedései, amit az elmúlt nyáron vagy az idén nyáron felgyorsulnak, hogy a következő évekre milyen hatással lesznek a mi termesztésre, termesztési körülményeinkre. Ugye itt a klímaváltozást is meg kell, hogy említsük, erről kell beszélni. Ez minden téma lehetne egy külön egész napos konferencia, de hát megpróbáljuk ezt egy kicsit összesűríteni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke is a párbeszéd fontosságát emelte ki. Baracsi Endre szerint a gazdák köszönetet érdemelnek, amiért a nehéz helyzetben is kitartanak, és egymást segítve dolgoznak azon, hogy ne legyenek problémák az élelmiszerellátásban. Rengeteg olyan dolog közbejött ebbe az évbe, amely a mezőgazdaságot nagyban sújtotta. Beszéltük itt ugye az asszályról, a növekvő költségekről, az energiaárakról, akár a műtrágya költségekről, tehát mind-mind összejött, és ettől függetlenül a gazdák kitartottak, kitartanak, és ezért nekünk ezért mi köszönettel tartozunk feléjük, hiszen ez az az ágazat, ahol nincsen home office. Tehát itt, hogyha ki kell menni a földekre minden nap, el kell vetni, be kell takarítani a termést, tehát itt valóban munkával kell tölteni minden napot ahhoz, hogy enni tudjunk. És ahhoz, hogy túléljünk, ahhoz pedig enni kell. Úgyhogy ezért köszönjük a gazdáknak a munkáját, és bízunk benne, hogy azért a nehézségeken is túl leszünk. A tanácskozáson elhangzott, a termelés technológiájában fejlődésre van szükség ahhoz, hogy a szántóföldi növények jobban bírják a szárazságot, de jobban meg kell választani azt is, hogy a gazdák a talajtól függően hol és mit termesztenek. A termelők bíznak benne, hogy folytatódik az elmúlt hetekben tapasztalt esős időjárás. Ez nem csak az őszi vetésű gabonák miatt, hanem a kukorica miatt is fontos. Egyelőre ugyanis több mint 250 mm-rel van mélyebben a talajvíz szint az átlagosnál.